Napjainkra a természettudományos és műszaki ismeretek elengedhetetlenné váltak nem csak az ipar és a gazdaság fejlődése, hanem a mai modern világban való boldogulás szempontjából is. A tantárgyi tagoltság megőrzése mellett szükséges a diákokban a természettudományos szemlélet kialakítása. Erre azért van szükség, hogy a gyerekek a természetet összességében lássák, és a kísérletek segítségével élménypedagógiai módszerekkel szeressék meg ezeket a tantárgyakat. 1.319.000 forintot nyert pályázaton a Tokaji II. Rákóczi Ferenc általános iskola, amelyet a természettudományos tantárgyak, vagyis a kémia és a fizikához szükséges eszközök beszerzésére, valamint egy új interaktív tábla vásárlására fordítottak. Nagy kincs tanár úr, akiben megvan az a belső indítatás, hogy nem elégszik meg azzal, hogy volt, hanem új utakat próbál keresni szintén a digitális világ felé, illetve az élményszerű kémiai kísérletek bemutatásához. Ugyanúgy, ahogyan a robotikánál említettem, hogy külön tehetséggondozó van, itt is tanár úr tehetséggondozást folytat, méghozzá komplex tehetséggondozást, és ebben az esztendőben, a tavalyi benyújtott pályázaton 1.319.000 forintot nyertünk a korszerű eszközök vásárlására, illetve magának a módszernek a finanszírozására, hogy a gyerekek élményszerűen saját jó szándékukból élvezzék ezeket az egyébként száraznak tűnő tantárgyakat. Természetesen van egy magasabb cél is emögött, hogy szeretnénk az itt látható gyerekekből esetleg kinevelni egy-két kémia, fizika szakos tanárt, hogy a következő generációk is élvezhessék ezt a tudást. Természetesen törnek, kopnak az eszközök, ezeknek a pótlására nagyon nagy szükség van. A digitális oktatáshoz szintén pályázati úton hozzá kellett jutnunk egy digitális táblára, de a táblához. Az élményszerűséghez pedig az alapfelszerelés mellett olyan egyéb kísérleti eszközöket tudtunk megvásárolni, amik áttetsző üvegűek, jól láthatóak, és önmagában a módszer, amin dolgozik most a tanár úr is, az szó szerinti élményszerűség és rögzíteni az elvégzett feladatokat, majd közkincsé tenni akár a szülők számára, akár jelen esetben a nézők számára. Az intézmény vezetésének az volt a célja ezeknek az eszközöknek a beszerzésével és az egyedi oktatási módszerek bevezetésével, hogy a diákok élményszerűen sajátítsák el a fizika és a kémia tantárgy alapjait.